Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai adásban hallgatói kérdésekre válaszolnánk, melyek közül az első a távkapcsolat. Igen, ez egy hallgatói kérdésünk volt, hogy mit gondolunk a távkapcsolatnak működő képességéről. Egy picit általános volt maga a kérdésnek a megfogalmazása. Mit gondolunk a távkapcsolatról? Mi a személyes tapasztalataid már, mint így terapeutaként, vagy, vagy ő. Beszélgetéseid során, mik miket, miket, miket hallottál, miket tapasztaltál? Ez egy nagyon tág fogalom, hogy mit, mit értünk mi távkapcsolat alatt. Először is, hogy mennyi ideig tart ez a távkapcsolat. Magyarul ez egy hetekig, hónapokig, évekig tartó olyan kapcsolat, amikor mi nagyon ritkán találkozunk, és ebben is vannak intervallumok, mennyi ideig. Nem találkozunk. Van olyan távkapcsolatnak nevezett kapcsolat, ahol mi hetente a hétvégéket együtt töltjük, ezt heti két nap, és van olyan, amikor mi havonta mondjuk egy hetet találkozunk. Ami azt gondolom, hogy már komoly kétségeket vet föl, hogy ez a kapcsolat milyen minőségű. És hogyha ez egy fontos dolog, amikor valaki azt mondja, hogy jó-e a távkapcsolat? Jól működik-e a távkapcsolat? Működhet, egyáltalán. működhet -e egyáltalán. Persze, hogy működhet, de mit definiálunk mi működés alatt? Hogy mit értünk az alatt, hogy jól működik? Mindenki más ért az alatt, hogy jól működik egy kapcsolat. Abszolút. Én, én egy picit abból a megközelítésből is azért ezt szétbontanám, hogy milyen típusú az a kapcsolat és a kapcsolatnak melyik fázisában van az a külön töltött, hosszabb ideig vagy nagyobb távolságot töltött idő. Tehát nyilván, hogyha mondjuk egy fiatal, pár mondjuk megismerkedik, és egyébként a, a már az ismerkedésünk egy így rövid ideig egy, egyet, töltenek, de valójában az életmódszerűen nagyon messze laknak egymástól, tehát a kapcsolat elejétől fogva is óriási a vagy nagy a fizikai távolság, vagy ritkák a találkozások, az nagyon más, mint mondjuk egy érett kapcsolat, ahol, mit tudom én, együtt éltek már hosszabb ideig, és mondjuk van egy munka egy ösztöndíj, egy valami miatt, ahol fél évet, egy évet meg kéne oldaniuk bizonyos távolságból. És azért ezek is alapvetően különböznek, mert hiszen az, még az elsőnél, még a megismerkedési fázisban még a összes dolog van ezzel egy picit így lelassítva, elnyújtva, eltolva. A másiknál az esetben már van egy összeszokott pár, akik ismerik egymást, akiknek van egy ritmusuk, és ebben a ritmusba kell egy nagyon nagy változást belevinniük. Mind a kettő tud működni, és inkább én itt a kapcsolat minőségére Tenném a hangsúlyt. De tud működni éveken keresztül úgy egy kapcsolat, hogy mi csak hétvégente találkozunk, uh -huh. vagy hetente kétszer találkozunk, nem is kell ehhez távkapcsolat. Tehát nincs nagy különbség a között, hogy én a város egyik felén lakom, a partnerem meg a város másik felén van, és mi hetente kétszer találkozunk, vagy őnek olyan élethelyzete van, hogy nem tudunk kettő-három napnál többet tölteni. Együtt egy héten. Uh -huh. Azonban azt gondolom, hogy a kapcsolat, mint együtt lét definíciója, az alapvetően igényli azt, hogyha jól szeretném működtetni, hogy a kapcsolat válik elsődlegessé az életemben. Uh -huh. Uh -huh. Igen, hát ebbe szerintem már ilyen szörmentén ebbe a témába már belementünk korábbi beszélgetéseinkbe. Te akkor ide hozott be azokat, ahol mondjuk egy hosszú távon is mondjuk két külön alap a lakásba laknak, vagy, vagy két külön lakóhelyen laknak, még akkor is, hogyha itt nincs is olyan óriási fizikai távolság. Én ezt mondjuk én, így fejemben nem csololnám a távcsapcsolatok közé, de elfogadom, hogy te ezt így teszed. Azért azt gondolom, hogy még az előbbiben, ahol azért egy városban vannak, meg tudják oldani a rendszeresebb találkozást, az, azért ez egy más minőséget jelent, mint hogyha tényleg ott van az a fizikai távolság, hogy az ország másik végén, hogy egyszerűen nem tudnak találkozni, hogyha egy kávézni sem tudnak leülni, vagy maximum a Skype előtt, és, és, működnek ezek a találkozások, és, és, és ott van az a, nagyon komoly szervezést igénylő, akár utazást igénylő távolság, ami, ami azért szerintem nagyon erőteljesen meg tudja dolgozni az embereknek az érzéseit, a türelmét, a fizikai és itt elsősorban nem is a szexualitás, hanem az intimitásra való szükségleteit, és, és, és hogy ezek, ezekben, ezekben, azért nagyon komoly kihívások tudnak lenni. Nyilván azzal a megfontolással, hogy nem vagyunk egyformák, tehát hogy, min, hogy különböző embereknek különböző fokon van ez a intimitás igénye, és különböző módon tudja saját magának is biztosítani, vagy biztonságosnak beérezni magát, akkor is, hogyha a párja mondjuk a világ másik végén van éppen. Nos, én itt látnám egyébként a nehézséget. Ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam, ahhoz nekem nem, nem csak a tudat kell, hogy nekem van valaki, uh -huh. hanem fizikai valóban is ott kell időnként legyen, ahhoz, hogy én biztonságban tudjam magam érezni. A, ha Isten ne adja valamelyik szülő meghalt, akkor. Tudatomban, ő ott van jelen, uh -huh. és biztonságot tud nyújtani. Uh -huh. De mivel sem megölelni, sem megsimogatni, sem megpuszolni, sem beszélni nem uh -huh. tudok bele, ez egy másfajta biztonságérzetet fog eredményezni. Uh -huh. Ugyanígy egy távkapcsolatban, mert természetesen ez a, mint minden példa sánti, de amikor nem tudok, nem tudok akkor kapcsolódni a másikhoz, amikor igényem lenne rá. Uh -huh. Hiányoz, hiányzik az a napi rutin, hiányzik az a, az a kapcsolódás. Amit egy másik ember fizikai jelenlétében élek meg, azt gondolom, hogy ez a kapcsolat rovására uh -huh. tud menni. Tudatosan lehet kezelni, és tudatosan lehet, hogy hogy ezt nagyon jól lehet kezelni. Magyarul tudom azt, hogy a férjem elment mondjuk Svájcba, uh -huh. azért dolgozik ott, hogy, uh -huh. hogy nekünk jó legyen, de akkor is lesz egy hiányérzetem. és a távkapcsolatban sokkal inkább, mint a minden más kapcsolatban is azt gondolom, hogy gyakran látom azt, hogy emberek konkrét példát mondok, kint a van a férj, és a feleségnek hiányzik, és most már nagyon régóta van kint, és dolgozik a családjáért, és tényleg mindent megtesz, de nem akarja mondani a feleség, hogy hiányzik neki, nem akarja mondani, hogy most már terhes neki a háztartás, egyedüli fenntartása, nem akarja, hogy kellemetlenül érezze magát a férje. Ebben, ebben azt gondolom, hogy az a nehézség, hogy ez Általában is előfordul egy kapcsolatban, és megterhelő az, amikor én megpróbálom nem azt csinálni, nem azt kommunikálni, nem azt mondani, amit megélek, hanem megpróbálom valamilyen módon elfolytani. És nekem igenis ki kell tenni ezt az érzést. El kell mondjam azt, hogy hiányzik. El kell mondjam azt, hogy nehéz. De, de ketten vagyunk. És a kapcsolat fenntartása, a kapcsolat elsődleges része. Az pont az lenne, hogy a kapcsolatot rakom előre, és ha a kapcsolatot rakom előre, akkor azt tudom mondani, hogy ketten vagyunk rá. Ezt végig fogjuk így csinálni. Igen. Ö nyilván azért ide be lehet szerintem hozni a kötődési stílusokat is, hát nyilván ez egy biztonságosan kötődő embereknek egy mondjuk egy kapcsolatában, főleg mondjuk egy, amit már egy normálisan, jó, jó, egy, egy, egy olyan szakaszban, ahol már ismerik egymást, ahol jól voltak, valószínűleg biztonságosabban bele tudnak menni egy szükségszerű szétvállásba, ahol mondjuk valaki ki megy két-három hónapra ösztöndíjjal külföldre, még mondjuk egy szorongó ember számára ez rettenetesen nehéz lehet, hogy meg, meg, meg sokkal több kihívás jelenthet a hétköznapokban, hogy, 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 hogy ezt így lelkileg kezelje. Talán érdemes lenne majd a kötődési stílusokra egy külön adást csinálni, de, de azért azt gondolom, hogy a képlet ennél összetettebb. Uh -huh. A korai kötődés, amiről mi uh -huh. beszélünk, az 18-24 hónapos korig uh -huh. alakul ki, akkor, akkor alakul ki biztonságosan, uh -huh. hogyha, ha, hogyha az első számú gondozótól megkapom az érzelmi és fizikai támogatást, akkor, amikor nekem van rá szükségem, hogy uh -huh. nagyon leegyszerűsítve. Minden más, az egy, egy különböző típusú bizonytalan kötődést fog eredményezni. De de nem ez fogja meghatározni azt, hogy én hogyan fogom kezelni ezt a kapcsolatot, mm. mert intimitásra mindenjunknak szüksége van. Mm -hmm. kapcsolat, a kapcsolatra, a kapcsolódásra, és itt tegyünk különbséget, hogy a kapcsolat meg a kapcsolódás az kettő. Mm -hmm. Kapcsolódásra nekem szükségem van ahhoz, hogy én biztonságban érezzem mm -hmm. magam. Ahhoz, hogy én ezt meg tudjam élni, ahhoz, Időről időre fizikailag is ott kell legyek, és fizikailag is kapcsolódnom kell ahhoz az emberhez, különben nem fogom megélni a biztonságot akkor sem, hogyha hogyha én nekem biztonságos kötődésem van. A biztonságos kötődésem az nem azt jelenti, hogy hónapokig nem találkozunk. A biztonságos kötődésem az azt jelenti, hogy tudom, hogy a másik vissza fog jönni, de attól, mert én tudom, hogy vissza fog jönni a másik, attól még hiányozni fog, akkor attól nekem még hiányérzetem van az intimitásban, attól mm. nekem még kell az, hogy megöleljem a másikat, mm. érezzem az illatát, oda bújjak hozzá. Ez független attól, hogy nekem milyen kötődési stílusom vagy, majd milyen a korai kötődés. <laughs> a másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez a fajta távmunka, távszerelem, ez teljesen normális volt mondjuk évtizedeken keresztül, vagy akár száz évvel ezelőtt, vagy, vagy most is nyilván nagyon sok ember számára ez a valóságot jelenti, de ott tényleg az volt, hogy esetleg a hetente tudott valaki telefonálni. Ha mondjuk megérkezett a levél, akkor mondjuk a kommunikációnak egy nagyon lelassított és nagyon nehéz, ne, nagyon sok nehézségből ükköző része volt. Nyilván a modern technológiával, és ez nyilván az elmúlt 15 évnek, vagy 20 évnek a robbanása, sokkal akár napi szintűbbé tud válni, akár, akár szinte valós idejűvé válhat ez a, ez a fajta kommunikáció. Tehát legalábbis a gondolatoknak a cseréje, az másik embernek a hajt tevékenységeiben való részvétel virtuálisan, ez ott van lehetőségként. Vajon mennyire befolyásolja ezeket a, az ilyen típusú kapcsolatokat, ezek a technológiák? Szerintem sem ennyire. A, azért merem ennyire határozottan mondani, mert nekünk egy másik emberrel való kapcsolódásban nem arra van szükségünk elsősorban, hogy én a napi dolgairól tájékozódjak, hanem arról, hogy érzelmileg tudjak kapcsolódni hozzá. És az érzelmileg az ember nem tudja megtenni egy levélben, egy üzenetben, egy, 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 egy beszélgetésben egy ugyan, érzelmileg ugyan, nyilván, nyilván, me, nyilván. Megint ilyen. egy olyan kérdést tettél föl, amire igen-nem válasz uh -huh. van. Am, ha a kérdést így tesszük föl, akkor igen. Hogy lehet-e intimitást megélni online? Uh -huh. Én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig uh -huh. lehet. Tehát, ha nem igen és nem között kell választani, hanem cizellálhatjuk uh -huh. de ezt, akkor azt mondom, hogy bizonyos mértékig lehet. Átmenetileg lehet, de teljes intimitást megélni, egy másik emberhez csatlakozni, ahhoz nekem fizikailag kell jelen lennem. Igen, viszont, viszont így megfordítva. A, én, meg, én is azt gondolom, vagy nagyon hasonló gondolok, Ezzel együtt én azt gondolom, hogy azért sokkal jobban fel lehet ezzel tartani azt a fajta érzetet, hogy az ember ő, részt vesz, ott van, tudja, hogy mi történik a másikkal, hogy meg tudja beszélni a, a dolgait nyilván ezeket nem lehet végtelenségig nyújtani. Tehát, de, de mondjuk egy pár hónapos ö, szükségszerű külön létet mondjuk azért, mert egész jól át lehet hidalni egy ilyen És én azt gondolom, hogy itt van egy nagy különbség. Én egy pár hónapos ö, külön élést, mármint ilyen szempontból külön élést, hogy az ember tényleg ki kell menjen egy kutatásra, egy tanulmányra, akár én, akár a feleségem, azt én nem igazán nevezném távkapcsolatnak, hanem egy átmeneti Uh -huh. át, átmeneti uh -huh. távolságnak. Uh -huh. Távkapcsolatnak én sokkal inkább az, amikor valaki tényleg életvitelszerűen kiköltözik uh, valahova, ott él, ott végzi a munkáját, ott éli a mindennapjait, és a partnere meg máshol. Uh -huh. Tehát, amikor ez nem egy deklaráltan, és a belátható időt most én azt gondolom, hogy szintén ilyen, mint ami kettő és hat hónap, hozott, hónap között húznám meg. Uh -huh. Nem egy belátható ideig tartó dolog, hanem például egy olyan, hogy amíg meg nem teremtjük azt, hogy akkor legyen annyi pénzünk. Most az egy, az egy, az, az egy plusz bizonytalanság egy ilyen kapcsolatban, és a bizonytalanság az mindig fölőrli az embereket. Uh -huh. Jó, én azt gondolom, hogy elég jól, jól körülgyártuk a hallgatónknak a kérdését itt távkapcsolattal kapcsolatosan, de hogyha van további véleményetek, akkor írjátok meg. És a másik téma, amit sokszor találkozunk, a korkülönbség, párkapcsolati korkülönbség. Mik azok a korkülönbségek, hogy működőképesek, létezik -e egyáltalán ezzel kapcsolatosan bármifajta aranyszabály, lehet-e jól működő kapcsolatot működtetni nagyobb korkülönbséggel. Ö nekem a általános véleményem az az, hogy nyilván nincsen, vannak mindig kivételek, de megvannak tendenciák, és hogyha egy picit én történetileg nézek -e felé, és ebből is több adásunkban foglalkoztunk, voltak tradicionálisan ideálisnak érzett korkülönbségek. Ezek korszakonként és kultúránként változtak. Általában ugye az volt a felállás, hogy legalább a közép, mondjuk itt az európai kultúrkörben, hogy legalábbis a középosztály, vagy az a fölötti rétegekben általában azért ideálisan egy nagyobb 8-10 éves korkülönbséget láttak a férfiak javára ideálisnak, tehát egy serülőkorból kinövő fiatal felnőtt nőt általában már egy picit érettebb az életnek bizonyos szakaszain átment férfiakhoz, tartották ideális partnernek. És akkor voltak olyan társadalmak, ahol ezek még jobban kinyúltak, és akár már később, közül a 30-as éveiben járó férfiakat tartottak egy 16-17 éves lánynak megfelelő partnernek első házasságban. És hát amilyen megfigyelhető volt, majd általánosan, hogy most nagyon beszélünk így az európai kultúrkörről, hogy azért alsóbb nép, alsóbb osztályokban, szegényebbeknél, főleg paraszti kultúrákban, ott az nem voltak jellemzőek, ezek az óriási korkülönbségek változtak, ezek is régiónként van, ahol van a volna korszakok, -ok, ahol ott is volt egyfajta korkülönbség, főleg ahol már a kötelező katonai szolgálat bejött ott, erről is beszéltünk pont a székelységgel foglalkozó epizódunkban, ott, ott ben volt, hogy azért a fiú már teljesítse a katonai szolgálatát, tehát ott azért a 20-as évei közepén lévő fiúk mondjuk a Késő tízes éveiben lévő lányokat tartották megfelelőnek. Tehát, hogy ezeket mondjuk az európai kultúrkörben mutatjuk általánosnak. Amit mondjuk másikat mondhatunk, azokban a társadalmakban, ahol a hozománynak akár még ma is nap vagy nagy jelentősége van, tehát alapvetően, ahol a férfi oldalról kell egy bizonyos fajta vagyont, vagy akár egy külön önálló lakást, egzisztenciát biztosítani, ott alakul ki az, hogy ezek az, azek nagyon el tudnak tolódni, vagy nagyon kitolódik maga a házasodás, vagy ha van, akkor is ott, ott is van, főleg abaknál van egy, van egy korkülönbség, ami, ami akár nagyon el, el tud nyúlni. De tehát ezek azok a tradicionális szokások. Nyilván a mi, mi modernebb európai kultúrkörünkben, szekulárisabb kultúrkörünkben, ezeknek már nincsen meg, talán így, 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 így általánosságban ö, szabályai? Ez így van, általános szabályok nincsenek, és ugye a kor az megint azt, azt érdemes vizsgálni, hogy Melyik, melyik, melyik életkorban nézzük. Tehát uh -huh. mondjuk egy 15 év korkülönbség, egy 35 és egy 50 éves ember között, ez nem olyan jelentős. Mondjuk egy 5 éves gyerek, meg egy 20 éves felnőtt között, az a 15 év az nagyon Jó, jelentős. Jó, nyilván ez egy már De az élet vége felé is, tehát amikor mondjuk én 60 éves vagyok, és a partnerem 75, ott megint nagyon jelentősé válik ez a korkülönbség, egyszerűen a fizikai adottságok miatt. De tudnak jól működni a nagy korkülönbséggel lévő kapcsolatok. Megint ugye, mit szeretnék én ebből a kapcsolatból? Mi az, ami, mi az amit jelent nekem a kapcsolat? És ugye a távkapcsolatnál, amit az előbb, előbb is érintettünk, hogy, hogy én hogy definiálom a kapcsolatot, és hogyha én ezt a kapcsolatot valamilyen oknál fogva, mondjuk egy, Számomra a biztonságot az anyagi biztonság jelenti, és az anyagi biztonságot egy nálam idősebb ember fogja uh -huh. számomra megtanulni, akkor érthetővé válik, hogy mindannyian a biztonság irányába törekszünk, mindannyian a félelmeinktől elfele törekszünk. Uh -huh. Tehát ott érthetővé válik, hogy egy jó módúbb idősebb ember miért van együtt, vagy miért van ezzel az emberrel együtt egy fiatalabb. Kevésbé jó módú ember. De az életünk vége felé, tehát hogyha van egy jól működő kapcsolatunk, de amikor megyünk tovább az időben, akkor azt gondolom, hogy az idősebb félnek tudomásul kell vennie azt, hogy nagy valószínűséggel ő fog elmenni előbb. És neki felelőssége van abban, hogy a partnere ott marad mondjuk még 10-15 évre, akár egyedül. A, akár azzal a lelkismeret hogy volt neki itt egy olyan partnere, akivel jó volt, akivel együtt volt mint 20, 20 vagy 30 éven keresztül, tehát ott, ott például meg kell tenni ezt a felszabadítást, hogy hogy amikor én elmegyek, akkor a partneremnek van lehetősége tovább folytatni az életét, mert, mert sokan fordalásból ezt nem teszik. Ez az egyik. A másik, az idősebb félnek, igenis tenni kell azért, hogy idézőjelben visszafiatalodjon vissza hmm. a, a fiatalabb partnerhez. Nem attól Fiatalabb partnertől kell elvárni, hogy visszaidősödjön. Sokkal tudatosabban kell ilyenkor a kapcsolatot kezelni, mert más életszakaszokban vagyunk. Tehát ugyanúgy a fejlődésünk során. 55-60 éves korban eljutunk odáig, amikor azt mondjuk, hogy már más típusú dolgok lesznek azok, amik számunkra értékesek. Már a fejlődés lélek van egy olyan része, amikor hogy ez az élet beteljesedése. Mást fogok én akkor, akkor olyan dolognak tekinteni, amit én szeretnék csinálni. Nyilván a 15 évvel fiatalabb partnerem meg egy más életkorban van, egy más életszakaszban van, ő mást fog. Ezeket a különbségeket kell tudni, hmm. tudatosan összehangolni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy kor különbség akkor tud jól működni, hogyha az deklaráltan valamilyen tranzakción alapszik, vagy pedig, hogyha nagyon tudatosan csinálják. Igen. Én behoznám ehhez a témához, tehát most egy picit az életvéget is hoztad be az egyik részébe, amit mondtál, én viszont behoznám azt a részt, ami hát igazából egy nagyon ö, sokszor felmerülő téma, és szerintem a hírekben is az elmúlt, elmúlt hetekben is többször így bele, belekerült. Még pedig az, hogy a, felnőttkor határán mozgó mondjuk fiatalok, kamaszok, nagyon fiatal felnőttek, és mondjuk a, tehát itt a tizenévesek, és mondjuk egy 30-as, 40-es vagy akár idősebb embernek a kapcsolatá kapcsán. Hogy az egyik oldalról ugye van egy törvényi szabályozás, ami azt mondja, hogy nincs azzal baj, hogyha egy 17-18 éves fiatal, mondjuk nővel, fiatal lányjal, fiatal, éppen kamaszkorból kinövő emberrel, aki biológiailag életnőnek számít, kezd egy mondjuk egy 40-es férfi. A másik oldalról viszont fölmerül az a kérdés, hogy itt mennyire beszélhetünk valódi konszenzualitásról, mennyire beszélhetünk egy tudatosságról, mennyire beszélhetünk tudatos döntésekről, vagy mennyire arról van szó, hogy valaki a pozíciójával él vissza adott esetben, vagy pedig olyan. Nem, 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 egy valódi, jó minőségű férfinői kapcsolatot épít föl egy ilyen, egy ilyen helyzetből. Ne különböztessük meg, hogy férfinői vagy férfi, női, vagy férfi -férfi női, ne, nem, 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 tehát, tehát Ez, ez, ez az rön. a kategória, aminek az alsó korhatárát, és ezt rendszeresen meg különböztetni, és össze szokták keverni a magyar médiában is, és szó sincs arról, hogy valaki 17 éves vagy 18 éves mondjuk még középiskolába járó emberrel kezd valamit mondjuk érett fel, vagy akár középkorú emberként, ez nem pedofília, ez egy biológiailag érett emberrel való kapcsolódás, amit ha nagyon be akarunk húzni így kategóriákban, ezt epebofiliának is nevezzük, tehát egy fiatal, felnőttel való kapcsolódás jelent, jelenti, ami jogilag nem megfogható, kivéve ha valami felettes viszonyban van mondjuk a tanára, vagy, vagy, vagy egyéb, egyéb szinten, de erkölcsileg, etikailag kérdés, hogy itt miről beszélhetünk, és beszélhetünk itt egy, egy rendes kapcsolatról. Nem. Nem beszélhetünk rendes kapcsolatról. Azért nem beszélhetünk rendes kapcsolatról, mert egy 17 éves embernek még nincs meg az a belátása, hogy a következményekkel így tudjon számolni. Egy 35 éves embernek pedig pontos tudása van arról. Vagy kéne lennie? Én azt gondolom, hogy más. Tudatosnak lenni, meg más tudatában lenni. Itt egy ilyen korkülönbségnél nem létezik olyan, hogy valaki nem él vissza valamivel. Lehet, hogy nincs közvetlen hatalma fölötte. Lehet, hogy nem az ő tanítványa. Ha az ő tanítványa, akkor pedig azt gondolom, hogy, 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 hogy teljesen megengedhetetlen. Mindegy is ide azért egy picit szúrjuk be, hogy mindegy az, hogy egy tanárnő kezd, a fiú diákjával. Mint de láttuk a francia is egy, egy, egy elnézőek vagyunk ezzel, miközben annak a fiúnak ugyanúgy nincsen belátása belátási. erre az esetre, és ugyanúgy egy hatalommal való visszaélés, és itt nagyon kerülni kéne az, hogy hát, hogyha nem kívánta volna a tanárnőjét, akkor nem, nem működött volna, volna, volna. Fel a farka, ez nem igaz, mint ahogyan egy ilyen esetben fordítva sem tud az indok lenni, hogy hát, ha nem kívánta volna a tanárbácsit, akkor nem nedvesedett volna. Ezek ennél jóval összetettebb dolgok, és a belátás hiánya, ez nem azt jelenti, hogy ő buta lenne. Hanem az, hogy a prefrontális kéregnek az a része, amelyik a belátásért, a következményekkel való számolásért felel, az 21-23 éves korra érik meg. Az alatt természetesen tudnak olyan döntéseket hozni, főleg kortárs kapcsolatokban, ami kockázatos. De az egy egymással párhuzamosan vállalt kockázat, az egy kortárs kockázat. 35 évesen én tudom, hogy milyen volt 17 évesnek lenni. 17 évesen nem tudom, milyen 35 évesnek lenni. Ez az én az én szememben nem jogi, hanem erkölcsi visszaélés. Abszolút, abszolút, és azt gondolom, hogy itt ezekben az esetekben a felelősségnek a legnagyobb része még akkor is, hogyha egy 17-18 éves fiatalt életnek tekintünk, akkor is az idősebben van. Ez így van. Úgyhogy, úgyhogy ezek azok a kategóriák. Viszont azt gondolom, hogy inkább egy ilyen hasonló életszakaszban lévő emberek között tud valószínűleg jól működni azzal a, tuda, azzal a, tudással, hogy valószínűleg nyilván aki idősebb, az hamarabb fog átlépni a következő életszakaszba, és akkor ott nagyon könnyen lehetnek egy eltolódások. Tehát mondjuk, ha mit tudom én találkozik egy késő 20-as, mondjuk egy kora, egy késő 40-essel, késő, késő 40 ott még van egy pajta találkozási rövid időszak, amik mondjuk lehetnek, de utána nyilván ott azért az elő fog elkezdeni az, 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 a, az a, fajta öregedés, az a fajta más ö, fajta mód, és azért ezeket nagyon az ember így már látott helyzeteket, nyilván ezek tólik vannak, de azért ezek a életszakaszok azok, szóval előbb-utóbb bekövetkezik így mindenkinél. Van. Tehát, hogy most ö, 50, 50, éve, 50 es sem hol van az a váltás, amikor már elkezd az ember befordulni a konyarba, vagy egy, egy 20-as éveiben hol, 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 változik, mondjuk, hogy valaki az élet közepe felé haladva, vagy egy érettebb felnőtt korba átlépni, ez nyilván egyénileg változik, Éven. de ezek azért biológiai adottságok is, és, és bármennyire is friss marad valaki szellemileg, megőrzi a vitalitását, és Valamennyit ezen módosíthat, azért valami dolgok, amik be fognak következni. Úgyhogy, úgyhogy igen, lehetségesek ezzel játszani felnőtt, érett emberek között, viszont azért egy nagyon nagy fokú tudatosság kell ahhoz, hogy ez működtetni lehessen. És ha pedig ha a szexkultúra podcastban beszélgetünk erről, itt nyilván a szexualitással kapcsolatosan is vannak ennek aspektusai. Nyilván arról különösebben nem kell beszélni, hogy mondjuk egy 20-as, meg egy 40-es ember, adott esetben tud-e jól minőségben, mennyiségben egymásnak szexuális partnerei lenni. De mondjuk már mondjuk akár a változókornak a bejövetele, ami ugyanazért a nőknél általában markánsabban benne van, de férfiaknál is tudjuk, hogy a tesztoszteron szint azért egy picit csökken, változik, ott, ott, ott azért lehetnek eltolódások, bár azt gondolom, hogy itt ugyanezek az eltolódások a nagyjából egykorú partnereknél is meg lehetnek. Nem egyértelműek a kutatások, mm. hogy vajon a szint mm. csökkenése okozza a szexuális vágy csökkenését, mm. vagy a szexuális vágy csökkenése okozza a szint csökkenését. Igen, az abszolút így van. És mint ahogy azt is tudjuk, hogy mondjuk a menopauza utáni időszakban is nagyon jól minőségű szexuális él, él, élhetnek nők, is, hogyha erre van igényük, és van hozzá partnerük. Úgyhogy, úgyhogy Ezekben, ezek, ezek inkább az a kérdés, hogy itt hol vannak, vagy hol lehetnek az eltolódások, és ezeket hogyan tudják az emberek tudatosan feloldani, vagy megtalálni az egyensúlyt ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyjából ennyi a válaszunk a korkülönbségekre is, és hogyha véleményetek, kérdésetek van, vagy esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!